Lapmegfogásos üvegkorlát VPC burkolathoz. Ennek a videónak a témája. Erről a korlátról szeretnék beszélni neked egy pár szót. Már csak azért is, mert nagyon becsapós a kép, és nem szeretném, hogyha valaki esetleg azt gondolná, hogy mi valami elvetemült fura emberek vagyunk, akik ilyen óriási üveghézagot hagynak a korlát alatt. Úgyhogy a kollégáim kicsit, hogy mondjam, szerencsétlenül fotózták ezt a munkát, úgyhogy szeretném gyorsan megvédeni, mielőtt valaki esetleg azt gondolja, hogy ez ekkora hézdaga készült ez a korlát szándékosan. Ugye itt látszik igazából ezen a látványterven a végső állapot, ami még most hiányzik a mostani munkáról, ugyanis ugye eddig van most jelenleg kész, és ugye erre még egy ilyen rétegrend kerül, ami egy VPC burkolat lesz beépítve, tehát felszerelve ennek a terasznak a tetejére. Csak a fiút van egy ilyen kocsi báló, ami miatt a fiúk egy kicsit szemből fotózták, és akkor úgy tűnik, hogy ez a végső szint, és akkor ez pont az ajtóval van egy vonalba. Hát ez nem egészen így van, hanem hogyha följebbről fotóznák, akkor innen még egy olyan 10x cm hiányzik, tehát ez a vastagság onnan hiányzik. Úgyhogy ha fölkerül valójában ide az a burkolat, ami most jelenleg még nincs itt, akkor nagyjából egy ilyen 5-7 centis hézag lesz az üveg alja, illetve a VPC burkolat között. Ebben a korlátban egyébként semmilyen extra dolog nincsen, ez egy lapmegfogásos üvegkorlát. Itt nem is, de mégiscsak, bocsánat, itt volt 2 cm szigetelés, amit egy kicsit trükkösen kellett utólag bebontanunk, ugyanis már ez a szigetelés ugye elkészült, illetve már a homlokzati rész is le volt színezve. Ez nem a legszerencsésebb helyzet, tehát kérlek szépen, hogyha ilyen korlátot kérsz tőlünk, akkor még akkor keresd meg, amikor még a szigetelés nincs rajta. Ugyanis be kell építenünk ide egy távtartót, ami a szigetelést áthidalja, és utána arra kerül fel maga a korlátoszlop. Úgyhogy ezt mindenképp szigetelés előtt kell megtennünk. Hogyha esetleg már fönn van a szigetelés, akkor sem kell nagyon aggódnod, viszont színezve semmiképp ne legyen. Ha le van színezve, mint például ez is, akkor nagyon-nagyon macerás ezt utólag megoldani, vagy nagyon körülményes, meg kockázatos. Tehát ha fönn van a szigetelés, akkor kibontjuk a szigetelésedet, oda berakunk egy távtartót, majd azt vissza kell szigetelni, le lehet színezni ezt a homlokzati részt, és amikor le van színezve a homlokzati rész, akkor szereljük fel az oszlopokat azokra a távtartókra, amit előtte beépítettünk. És amikor fölkerülnek az oszlopok, akkor mérünk pontos üvegméreteket, megrendeljük az üveget, és akkor úgy kerül bele ebbe a korlátba maga az üveg, tehát utána építjük be az üveglapokat. Ennél a korlátnál itt ki lett bontva a talp alatt ügyesen, de beraktunk egy távtartót, rendes nem lemezdarabokat, meg ilyen zárt szemén darabokat raktunk be, hanem rendesen egy frankó kis távtartót gyártattunk oda, amit még eltakar ez a talp, és akkor utána lett fölrögzítve az oszlop. Ez így is tökéletes lett, csak költségesebb megoldás, mivel hogy több időt kell itt töltenünk ilyen esetben. Mi gyártanunk kell hozzá olyan alkatrészt is, tehát ami nem egy szabványos dolog, amit minden nap gyártunk, úgyhogy megoldható a részünkről, jó lesz a végeredmény is, de légy szíves, hogyha még időben vagy, akkor ez még szigetelés előtt hagyd tegyük be, és akkor utána nem lesz semmiféle probléma. Jó, itt a korlát szintén le lett tervezve, ugyanúgy, ahogy a többi munkánknál, ha megfigyeled, pontosan oda került föl a talp is, itt ez a pici vonal, ez még a lemezt is, belekalkuláltuk ezt a kis szegély lemezt, ami itt van, úgyhogy az is bele van számolva, és akkor pontosan oda kerültek fel az oszlopok, ahova kellett. Ezek egyébként egy vonalban vannak, ne tévesszem meg, hogy itt egy picit mások esetleg a távolságok, ezek tökéletesen egy síba kerülnek be. Annyi, hogyha valami miatt ez a beton nem egyenes, mert valaki hibázik, a korlát mindig egyenes, jó, tehát ezt tövedd alapnak, hogy minden görbe korlátot nem építünk be, tehát sem mélységében, sem pedig így nem fogunk görbe meg rossz oszlopokat, meg ferde oszlopokat fölrakni. Az oszlopoknak a teteje, ez itt mondhatjuk, hogy egy plusz-minusz 1 mm-es pontossággal kerül beépítésre, illetve az oszlopoknak az egysíkúságának is tényleg nagyon pontosnak kell lenni, ugyanis ha innen valaki belenéz, bár ez most nem az a típusú korlát, ahonnan nagyon bele lehet kukucskálni, de ha valaki esetleg innen belenéz, akkor ezeknek azért egy vonalba kell futnia, nem ilyen cikk-cakk alakba, hanem szép egyenesen.
Úgyhogy ez viszont tényleg pontos beállítás kell. Ha beton görbe, akkor is egyenes lesz a korlátod, de ezt én garantálom neked. Már csak magunk miatt is. Belülről ugye így néz ki, mert nem készült róla a kép. Ezt már egyébként több munkánál is elmondtam, de itt is gyorsan elmondom. Ez 60x40-es az oszlop, 3-as falu oszlop, ez nagyon fontos, ugyanis hiába drágább így az oszlop, így sokkal többet tart, tehát mi csak 3-as falu anyaggal dolgozunk, én őszinte leszek, nem is engedném, mi is próbálkoztunk, gyártottunk ilyen mintadarabot 2-es falu oszloppal, de az nem jól működött, nem leteszteltük, és én gyengének éreztem, úgyhogy nem is az első darabot sem gyártottuk le 2-esből, csak a mintát. Azóta mi mindig 3-as anyaggal dolgozunk, tehát 60x40x3-as zárt szelvényből készül. Ez a kis leszorító profil is az elején 8-as anyagvastagságú, tehát nem 5-ös, sokkal jobban, sokkal erősebben, egyenletesebben meg tudja szorítani az üveglapot, nem hullámosodik be, amikor meghúzzuk, maximálisan meg lehet vele szorítani az üveget, úgyhogy ez is szintén 8-as anyagból van. Hogyha itt spórolunk az anyagon, kívülről ez tényleg ugyanúgy néz ki, mindegyik, de az anyagvastagságból adódóan ezek azért drágább termékek. Ugye, ha plusz 1 mm rámegy, az nyilván majdnem egy harmadára nagyjából több az anyagköltsége, mert súlyra megy a rozsdamentes acél, általában súlyba mérik. Úgyhogy így sajnos drágább lesz a mi termékünk, esetleg egy konkurens termékhez képest, de mi ezt csak így csináljuk meg, és ebből mi nem engedünk, még hogyha emiatt esetleg bókjuk is a munkát. Ami még a mi termékünknél, vagy ennél az oszlopnál érdekes, hogy itt a teteje nem egyenes, tehát nem egy ilyen, hát így csúnyán szoktam fogalmazni, nem ilyen parasztosan van lecsapva, tehát ez a egyenesen levágni valamit, ez én nem szeretem. Tehát én mindig, ha kéred, akkor megcsináljuk úgy, nincs ezzel baj, ha neked olyan dizájn tetszik, tehát félre ne érts, nem lehúzni akarom a terméket, csak nekem nem tetszik. Mi mindig ezt szögbe szoktuk levágni. Ez több munka, már csak azért is, mert amit egyenesen vágsz, akkor a következő oszlopot is már rögtön levágtad egyenesre, viszont ha szögbe vágod, akkor a következőnél egy másik szöget kell vágni, úgyhogy ott ez egy picit több lett munka, a vágási időben több, illetve fenekelni is egy picit macerásabb, bár sokkal igazából nem. De mi így szeretjük ezt legyártani, én ezt a kezdetektől fogva így csinálom. Nekem ez így tetszik igazából, de mondom, ettől el tudunk térni, lehet hegyesebb is, vagy tompább, vagy teljesen szögletes. Úgyhogy ennek igazából nincs jelentősége, ez dizájn kérdése. Az oszlop alját én szintén leszoktam csapni, tehát ha itt megfigyeled, akkor itt is van egy pici letörés. Erre ugyanazt tudom mondani, mint a tetejére, hogy technikailag nincsen különösebb jelentősége, hogy most az le van csapva, vagy nincs lecsapva. Esztétikailag én úgy gondolom, hogy ez itt sokkal szebb. Ami viszont fontos, hogy az oszlopnak úgy kell kialakítani az oszlopot, hogy itt a bekötésnél itt egy picit túl kell, hogy érjen az oszlop, illetve el kell különüljön ettől a nyaktól. Ugyanis, hogyha egybe van kötve, lehet látni, láttam egy-két másnak referencia munkáján, hogy úgy van megoldva az oszlop, hogy lejön egyenesen, és akkor rögtön be van fordulva a falra. Az azért nem szerencsés, ugyanis ami víz összegyűlik az üveglapon meg az oszlopon, az így direkt berávezetődik a falra, és akkor ott ázik a fal konkrétan egy ponton, mert hogy rámegy először a talpra, és akkor a talpról meg ráfolyik a falra. Most nem azt mondom, hogy az óriási problémát okoz itt rövid időn belül, de hát ha nem muszáj, akkor ne folyassuk már az összes vizet a falra, hanem próbáljuk elvezetni. Igazából ez a megoldás, hogy itt túl van engedve egy picit az oszlopnak az alja, ez igazából pont azt a célt szolgálja, hogy amit víz összegyűlik, az itt az élére ide kifolyik, és akkor itt szépen lecsöpög a földre, tehát ezáltal nem vezetődik rá a falra feleslegesen víz. Jó, hát nagyjából erről a korlátról szerintem ennyit tudok mondani, hogyha bármilyen kérdésed fölmerül ezzel, vagy egy másik termékünkkel kapcsolatban, írjál itt lent a komment mezőben, kérdezz meg, igyekszek minél előbb válaszolni. Ha szeretnél még ilyen videót látni, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, illetve a Facebook oldalunkra. Szervusz!